megkaptuk ettől a mérkőzéstől, amire számítottunk. Nagyon nehéz találkozó volt, az első mérkőzések ezek mind ilyenek, főleg idegenbe. Amint említettem, a sajtótájékoztatón is jó csapat a Csákvár, nagyon sok jó játékosuk van, ugye, amit mondtam, Puskás Akadémia növendékek vannak közöttük. Szerencsére meg tudtuk szerezni a vezető gólt, voltak még olyan szituációink, amelyekből főleg az első fél időben még lőhettünk volna gólt, második fél időt is nagyon jól kezdtük, ott mindjárt zicserre nyitottunk, aztán utána második fél idő, második felébe benyomott minket a hazai csapat, nyilván kockáztattak mindent egy rapa feltébe, és rengeteg szélről beadást eszközöltek, ott főleg a Takács Tomi felé, de szerencsére, amikor el tudta fejelni, akkor a Póser Dani jól védett, és legtöbbször pedig jól tudtuk hatástalanítani, de ott egy kicsit jobban meg kellett volna becsülnünk a labdát. Aztán, de így fontos győzelmet adtunk. Mai találkozónak az volt a lényege, hogy megnyerjük, és begyűjtsük a három pontot, mert ezek az idegenbeli mérkőzések egyébként mind ilyenek lesznek.